Bezárt éttermek, üres utcák, így nézett ki két éve a budai vár. Ahol máskor turisták ezrei fordulnak meg naponta, ott szinte minden elnéptelenedett. A koronavírus a budapesti vendéglátásra is komoly csapást mért. Egyes vállalkozások túl sem élték ezt az időszakot. Egy éve pedig jött az újabb csapás, az ukrajnai háború és az annak nyomán bekövetkezett negatív gazdasági hatások. Bár a turizmus a Covid után már kezd talpra állni, a fővárosba érkező turisták száma még mindig nagyjából ötödével marad el a 2019-es szinttől, amely kiemelkedően jó évnek számított. A forgalom élénkülése nyomán bekövetkező bevételnövekedés azonban sok vendéglátóhely esetében nem ellensúlyozza a többszörösére növekedett rezsiköltségeket és az alapanyagok drágulását. Külön kell választani azokat az éttermeket, akik főleg külföldi turistákból élnek, és azokat budapesti éttermek, ahol komoly magyar vendégkör is van. Ugye a Covid alatt is bebizonyosodott, hogy ahol magyar vendégkör van, jó részt azok sokkal könnyebben túlélték az elmúlt két-két és fél évet. A külföldiekre építő éttermeknél nehezebb volt. Most egy picit változik a helyzet, hiszen 22-ben már sok turista volt, és egy jó pár étterem vissza tudott nyitni, de egyetértek abban, hogy éttermek szempontjából nagyon sok zárva maradt, amik még 2019-ben nyitva voltak, és hát azt gondoljuk a mai tudásunk szerint, hogy 23-ban ezek a bezárások még folytatódhatnak. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint egyelőre nehéz megjósolni, hogy a következő hónapokban hány fővárosi étterem függeszti majd fel a működését végleg, vagy csak egy időre. Korábban például egy jóval nagyobb bezárási hullámra számítottak, mondja Flesz Tamás, ez azonban nem következett be. Az évvégi időszakban ráadásul sok étteremben sikerült magasabb forgalmat elérni, így a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek egy jelentős része még kivár. Egy biztos, hogy az a kormányzati intézkedés, ami miatt ugye a 4% turisztikai hozzájárulást nem kell befizetni a nettó bevétel után, az segíti mind a szállodák, mind a vendéglátóipari helyeknek a nyitvatartását, illetve hát a foglalkoztatás megőrzését, ami a legfontosabb, és hát most ki fog jönni egy olyan energiapályázat az első negyed év kapcsán, ahol vissza lehet igényelni a tavaly és az idei év közötti energiaáremelkedésnek az 50%-át is majd, tehát ezek mind azt irányozzák elő, hogy talán a vártnál kevesebb vendéglátóhely fog bezárni, de majd meglátjuk, hogy a valóságban mi történik. A budapesti éttermek egy része egyébként a Covid megjelenése után úgy döntött, módosítja a kínálatot és az árakat, hogy a magyar vendégek számára is vonzóbbak legyenek.